Nos, üdvözlök mindenkit! Igen, valószínűleg tudjátok nagyon-nagyon sokan rólam, hogy iszonyúan szeretem a D&D-t, meg ahogyan magát a szerepjátékot is. És akik ismerik a D&D-t, azok minden bizonnyal tudják azt is, hogy ennek a szerepjátéknak nem egy, hanem több hivatalos világa van. A hivatalos világok közül a Wizards of the Coast, tehát a játék jelenlegi kiadója, egyet kifejezetten preferál. Egy világot, amit úgy hívnak, hogy Forgotten Realms. Na már most, nem ez volt a D&D első settingje. A legelső settingek között, többek között a Greyhawk volt, és az után jött a Dragonlance. Ez a világ, mármint a Dragonlance áll hozzám a legközelebb, viszont a Forgotten Realms is egy jó világ, és nem arról van szó, hogy ezt ne szeretném, bár akik kicsit jobban ismerik a véleményemet, azok tudják, hogy ez nem a szívem csücske. Minden esetre ennek a világnak rengeteg sok olyan eleme van, amik nagyon-nagyon érdekesek, és nagyon sok furcsa, és meghökkentő történet van ebben a világban, amit érdemes megismerni. Továbbá, hogyha D&D játékokat keresel, akkor a legtöbbet a Forgotten Realms-ben fogod megtalálni, és egészen biztos, hogy sokkal élvezhetőbb a játék, és sokkal, hogy is mondjam, jobban a világnak a részének érzed magad, hogyha tudod, hogy mi az a világ, és mi annak a története, amiben játszol. Úgy gondoltam, hogy ebben az új D&D története sorozatban ezt fogjuk körbejárni, és a Forgotten Realms-et fogjuk kicsit átnézni egy kicsit új formátumban, aminek sokkal inkább a hallgatás a célja, mármint az, hogy ti hallgassátok, nem pedig a vizuális megcsodálás. Na már most ezt lehet lustaságnak hívni, meg igazából kicsit az is. Viszont van egy fontos dolog. Az egyik kedvenc külföldi lórokkal kapcsolatos csatornám, The Ashen Hollow, egyik fő sorozata, a Lore to Sleep To nevű sorozat, amit úgy lehetne magyarra lefordítani, hogy lóra, mire elaludhatsz. Kicsit ezt szeretném most itt megcsinálni, és habár az ASMR, én pedig azt biztos, hogy nem akarok csinálni, de maga a hallgatós, kellemes, lassú videóknak a koncepciója, szerintem egy remek ötlet, főleg egy ilyen témánál, mint ami a Forgotten Realms. Ezen kívül sok köze nem lesz ez a csatornához, de gondoltam, hogy ha már így ennyire egy konkrét dologtól vettem az inspirációt, akkor illik megemlítenem. Ebben a videóban arról fogunk beszélni, illetve arról lesz szó, hogy maga a Forgotten Realms az micsoda, és hogy hogyan is működik. Mert nagyon-nagyon sok D&D világ van, ahogyan már mondtam, és mindegyik különböző dolgokat testesít meg. Úgy értem, például ott van a videótárgyát képező Forgotten Realms, ami egy késő, középkori, európai settingre hasonlít a leginkább, talán már kicsit újkorinak is lehet nevezni. Ezzel szemben ott van mondjuk Eberron, ami egy ipari forradalomban játszódó fantasy világot elevenít meg, és ott van Theros, ami pedig maga a görög mitológia. És mindezek mellé jön még az én személyes kedvencem, a Dragonlance, ami egy ilyen kora Európa, kora középkori Európa settinget testesít meg. Szóval gondoltam, hogy helyezzük így el az elején a Forgotten Realms-et, tehát egy késő-középkori Európára hasonlító, mítikus, tipikus fantasy világról van szó, és azt leszámítva, hogy amúgy sok ilyen alap fantasy dolog van benne, egy csomó más dolog miatt kitér. Egészen pontosan az egyedi kozmológiája és az egyedi istenei miatt. Na meg maga a világ keletkezésének története is érdekes, és itt most nem egy teremtés mítoszra gondolok, hanem arra, hogy Ed Greenwood hogyan alkotta meg ezt a világot. Fontos először is a névvel kezdeni, mert a Forgotten Realms magyarul azt jelenti, hogy elfeledett birodalmak. Ennek viszont nem túl sok köze van ahhoz,
hogy maga a világ az micsoda. Úgy értem, ez egy nagyon-nagyon generic, tehát ilyen általános névnek hangzik elsőre, és bizony az is, de van ennek egy kicsi szerepe. Pontosan azt nem tudja senki, hogy mikor lett kitalálva a Forgotten Realms, mert Ed Greenwood már nagyon fiatal korában is elkezdett erről a világról írni, csak a saját maga szórakoztatására, és ekkor még semmi köze nem volt a D&D-hez. Ő maga nem is ismerte a D&D-t, sőt, talán ekkoriban még nem is létezett maga a játék, viszont a Forgotten Realms-et így eléggé alaposan kitalálta. Akik ismerik ezt a világot, tudják, hogy a világon belül több párhuzamos térség létezik, mint például a Kilenc Pokol, a Feywild, a Shadowfell, meg maga az anyagi világ. Ezek a realmek, legalábbis eredetileg ő ennek hívta őket. A realmek, tehát a birodalmak voltak a különböző térsíkok, és azért volt elfeledettnek nevezve maga az egész Forgotten Realms, mert egy multiverzumba helyezte el Ed Greenwood ezt a világot, egy olyan multiverzumba, amitől amúgy el van vágva a Forgotten Realms. Igazából nem nagyon értem, hogy ez miért van, hogy ennek mi a szerepe, vagy hogy ez miért volt fontos az egész elhelyezés szempontjából, mert ha így átgondoljuk, valljuk be, nem sok értelme van csak azért elhelyezni egy multiverzumban világodat, hogy aztán ne legyen hozzá egyik másik világnak se köze, de mindegy. Az a lényeg, hogy azért elfeledett birodalmak, mert a saját multiverzumán belül nem elhelyezhető sehol sem. El van szakítva ez a több időség és térség egymástól. Szóval Ed Greenwood el volt magában, és csinálgatta a saját kis történetét. Nagyon-nagyon mélyre, és nagyon-nagyon összetettre kidolgozta ezt a világot, és akkor jött 1975, amikor felfedezte a Dungeons and Dragons szerepjátékot. Ezt a játékot, hogy is mondjam, zabálta Ed Greenwood, és kitalálta, hogy habár jó ez a Greyhawk világ, amiben játszódik a Dungeons and Dragons, ő sokkal jobban örülne neki, hogyha a saját világában játszhatna a barátaival. És ez így tök jó volt, csinálta is a dolgokat. A legelső valaha volt Forgotten Realms kampány Waterdeep városában kezdődött. Hozzá kell tennem, hogy az első nézőknek mesélt saját Forgotten Realms kalandom is Waterdeep városában kezdődött. Ez amúgy egy teljes véletlen, tehát én ezt nem tudtam. Na mindegy, az a lényeg, hogy elkezdődött ez a kaland, és elkezdett hozzá először novellákat, majd teljes regényeket írni Ed Greenwood. Teltek múltak az évek, és 1979-re, 4 évvel az első D&D játéka után, Ed Greenwood már mondhatni, hogy értett valamelyest az íráshoz, és egy kisebb novella füzért publikált is a Dragon magazinban, ami akkoriban, meg valamennyire most is egy nagyon neves és tisztelt magazin volt fantasy tematikában. Ebben az időben a fantasy sokkal inkább háttérbe volt szorítva a science fiction mellett az egész USA-ban, és azért is tartalmaznak a korai D&D settingek ennyi science fiction elemet, viszont mindezek ellenére is a Forgotten Realms novellák különböző okokból kitűntek ebben a korban. Mindezzel párhuzamosan, és ettől teljesen függetlenül, Gary Gygaxnek, a D&D eredeti megalkotójának és a TSR-nak lett egy kisebb-nagyobb vitája, ami egészen odáig fajult, hogy 1985-re az egész TSR és a D&D kiadói úgy döntöttek, hogy elszakadnak a Gary Gygax által megálmodott Greyhawk világtól. Kitalálták, hogy nekik többet, hát nem azt mondom, hogy nem kell ez a világ, de nem ezt fogják használni az alapvető settingjüknek a D&D-hez. Azt azért meg kell jegyeznem, hogy minden zsenialitása ellenére
Gary Gygax egy kitűnő, tényleg nagyon jó játéktervező volt, a kreativitása iszonyú magas volt, de nagyon rossz írónak emlegették a társai, és kifejezetten utálta a Tolkien mitológiát, amihez mindenkinek megvan a szíve joga, de azon kívül, hogy full hülyeség, egy fantasy játékban eléggé fura egy ilyet kijelenteni. Minden esetre megtörtént a vita, és 1985-ben a TSR úgy döntött, hogy szakítanak a Greyhawkkal, 86-ra pedig már fel is vásárolták a jogokat a Forgotten Realms-hez. Ekkorra Greyhawk mellett volt egy másik nagyon-nagyon fontos világa a Dungeons & Dragons-nak. Ez pedig nem volt más, mint az én személyes kedvencem, már 905-ére mondom, Dragonlance. Az a helyzet, hogy ez a világ, akármennyire is zseniális, akármennyire szeretik sokan, és akármennyire jó, egy kicsit darkos. És pont ezért szeretem egyébként, és kicsit úgy kell elképzelni, nem a történetet, nem a világot, hanem magát a hangulatot, minthogyha a középfölde kicsivel darkabb lenne, kicsivel több fajjal, és egy kicsit kevésbé reményteli. Mégiscsak egy olyan világot kell elképzelni, amiben az istenek konkrétan ott hagyták az összes halandót, és szarnak bele abba, hogy mi lesz a halandó világgal. Az egészet egyfajta depresszív, de mégis reményteli vágyakozás lengi át, és úgy voltak ekkoriban a TSR-nál, hogy szép és jó ez a setting, de kéne neki egy counterpart. Ezt a szót úgy lehetne magyarra fordítani, mármint az, hogy counterpart, hogy ellentétpár. Akartak kettő fő settinget a D&D-nek, az egyik egy darkosabb, felnőttesebb világ lenne, a másik meg egy sokkal színesebb, sokkal vidámabb, sokkal több lehetőséget felvonultató világ, amivel akár kisebbekkel és újoncokkal is meg tudják szeretetni a D&D világát. És bizony, ez lett a Forgotten Realms. A többi pedig igazából már csak a játék története. Jöttek-mentek a jogok egyik helyről a másikra, jelentek meg százával a novellák és a regények, oda került az egész dolog a Wizards of the Coast-hoz, jöttek a számítógépes játékok, jött a Baldur's Gate, és majd a Baldur's Gate 2, és majd a Baldur's Gate 3, de ez már tényleg csak történelem. A lényeg az, hogy a Dragonlance után a Forgotten Realms lett a D&D legnépszerűbb világa, és ez lett az, ami miatt igazán népszerű lehetett a játék először. És hát ebben a videóban ennyit szerettem volna. Ha tetszik a munkásságunk, akkor ott van a Ko-fi oldalunkhoz a link a leírásban, ahogyan az szokott lenni, a szomszédban szétverik a házat, nagyon jó, minden esetre tényleg köszönöm a figyelmet, hamarosan remélhetőleg találkozunk, sziasztok!